tudom, én már a kezdetektől fogva én a vezetőkkel már kapcsolatba álltam, segítettük egymásra, érdeklődtek a futszál iránt, hogy hogy működik Szombathelyen, lebonyolítás, stb. Én végig segítettem nekik, csak ugye addig, amíg nekem munkahelyen volt, ugye Szombathelyen az egyetemi futszál csapatnál, addig pusztán csak segítség volt, aztán amikor úgy alakult a dolog, hogy esetleg képbe jöhetnek, illetve nekem is az a megfelelő lenne, utána kezdtünk el beszélgetni már olyan dolgokról, hogy esetleg én venném át a női futszál csapatot. Milyen játékosok alkotják most ebben a pillanatban alakult NB2-es csapatot? Elsősorban azt szeretném én, illetve a vezetők is volt, főleg egerszegiek, illetve Zala megyeiek alkossák ezt a csapatot, mégis ezt a megyét, ezt a várost képviseljük. Ez az út, ami járható szerintem. Emellé viszont Szombathelyről megkerestem néhány játékosomat, van közöttük, akik egerszegi kötődésűek, az Zala megyei, de mellettük van, akik Szombathelyen, a Vas megyében laknak. Azt gondolom, hogy ez a kettő, ez a Vas megyei néhány ember, akikkel együtt dolgoztam már 3 évet, akik az NB1-et is megjárták, mert ezüstérmesek voltak NB2-ben, és mellé a zalaegerszegi leányokkal szerintem el lehet indulni, megfelelő célokat ki lehet tűzni, és a későbbiekben ugye egyre nagyobb, egyszerűbb álmokat bővelgetni. Milyen rendszerben fognak készülni a lányok? Az augusztusi hónapban heti 2 edzés lesz, hétfő, illetve szerdai időpontokban. Tervezek egy tornát, fent Budapesten van egy futszátorna, mindegyik évben megrendezünk. Az lenne egy ilyen kis erőfelmérő még a bajnokság előtt, és akkor szeptemberi hónapban indulna talán az első hét, ugye most a sorsolásra várunk, hogy hány csapat jelentkezett, de valószínűleg ugye szeptember első hetében lenne már a bajnoki idő kezdete. Mi a cél az első évben? Hát ismerve a lányokat, akiket tudtam hozni ide, illetve látva most, hogy kik azok, akik érdeklődnek itt a futszál klub iránt. Én azt gondolom, hogy az első 4 első ötben ott lenne a helyünk. Ha magabiztos vagyok, akkor azt mondom, hogy a dobogó is már első évben elérhető lehet.